Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira emlékeztek Bonyhádon. A városi ünnepségen hagyományosan Tardoskedd első embere mondott ünnepi beszédet. A két település már több mint 20 éve ápol testvérvárosi kapcsolatot. Az eseményen kiemelték, a maikor emberének is meghatározó a márciusi ifjak üzenete. Kokárdák és a márciusi ifjak története díszítette a Bonyhádi Művelődési Központot. A Tolna megyei településen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, illetve áldozataira emlékeztek. Filóné Ferenc Ibolya polgármester az esemény kapcsán elmondta, a hagyományok nagyon fontosak az emberek életében. Egyrészt vannak öröklött és vannak magunk által teremtett hagyományok, de bármelyik is az, meghatározó része az életünknek, mert megerősít minket, összetartozást erősít, az együvé tartozást, és ez fontos dolog ilyenkor az ünnepeken is. A 48-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve, itt Bonyhádon hosszú évek óta nagyon szép hagyomány alakult ki. Egyrészt a Perccel családdal együtt ünneplünk ezen a napon. Fontos, és a hagyomány része, hogy a Nemzetőr Bandériummal közösen a Rádi Huszár Bandérium felvezetésével kivonulunk a Kálváriadomra, ezt követően az ünnepség után majd, és Bonyhád szülöttjének Perccel Mór honvédtábornok a sírját közösen koszorúzzuk meg, szintén a Perccel családdal közösen. És nagyon szép része a hagyománynak, ami hosszú évek óta tart szintén. Tardoskedd településsel, testvértelepülési szerződésünk van több mint 20 éve, és ha nem is egészen 20 éve, de megközelítően ennyi ideje, ilyenkor a forradalom és szabadságharccal emlékezve egymás településen megcserélve mondunk ünnepi beszédet, hogyha ez így érthető. Tehát ilyenkor itt Tardoskedd első embere, én pedig Tardoskedden tartom majd az ünnepi beszédet a hétvégén. Szerintem ez is nagyon szép része a hagyománynak, és erősíti azokat a közösségeket, akik ma már ugyan nem élnek együtt határon túl, de a nemzetünk részét alkotják. Így a Bonyhádi városi ünnepségen Bara Mihály mondott ünnepi beszédet. Tardoskedd korábbi polgármestere kiemelte, a mai kor emberének is üzentek a márciusi ifjak. Március 15-en, amikor az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról emlékezünk meg, az egyik legszebb nemzeti ünnepünk, amelyre méltán büszke az utókor. Pedig a szabadságharc valójában elbukott. Rengeteg ember vesztette életét a csatamezőkön. A fegyverletétel után még sokakat kivégeztek, börtönbe vetettek. Voltak, akik még évekig bújdokoltak, vagy külföldre menekültek a megtorlások elől. Az áldozatok számát tekintve sokkal inkább sorolhatnánk az 1848-49-es eseményeket a mohi pusztai vagy a Mohács mezei tragédiáink közé, de mégsem ez a helyzet. Hogy miért? Mert ez az áldozat nem volt hiába való. A szabadságharc Magyarország újkori történeteinek egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve, és egyben nemzeti összefogásunk példaképe is. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi megmozdulásoknak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el a sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az osztrák hatalom csak az orosz birodalom katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Egy történelmi kuriózum, amit talán kevesen ismernek, a magyar hadsereg hadnagyai a világosi fegyverletételnél csakis az orosz tisztek elé tették le a fegyvert, és nem az osztrákok előtt, pedig azok is oda sorakoztak, várva a magyarok hódolatát. Akkor az osztrákok megszégyenültek, de aztán kegyetlen bosszút álltak a magyarokról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedelmükkel nem fogok most
A közel másfél évig tartó dicső forradalmi események csatározása felsorolásához. Arról az üzenetről szeretnék önökkel néhány gondolatot cserélni, amelyet a szabadságharc hősei, az akkori emberek, az akkori magyar nemzet üzen a mai magyar nemzetnek. Ennek az üzenetnek a lényegét a 12 pont kezdő mondata foglalja össze. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés. 171 évvel ezelőtt a szabadságért, az egyenlőségért, a békéért szállt hadba a magyar nemzet. Az 1848-49-es hősök az egyenlőségért, a békéért szálltak harcba, tette hozzá Bara Mihály a forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján. A március 15-i ünnepségen adták át a Perccel díjat Bonyhádon. A kitüntetést idén Szemcsuk István vehette át több évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként. A hagyományokhoz híven a Völcsék Talentuma díjat is kiosztották az eseményen. Ezúttal 5 tehetséges diák nyerte el a kitüntető címet. Szemcsuk István nyerte el idén Bonyhádon a Perccel díjat. A város legrangosabb kitüntetését Filóné Ferenc Ibolya polgármestertől vehette át a díjazott. Szemcsuk István részére több évtizedes szakoktatói tevékenysége, a népi kultúra és mesterség iránti elhivatottsága, példaértékű alkotó tevékenysége, a székely hagyományok megőrzése, továbbá Bonyhád kulturális értékeinek gyarapítása érdekében végzett munkája elismeréseként ítelte oda a képviselőtestület a díjat. De úgy érzem, hogy ebben benne van a volt munkáim, kollégáimnak is a munkája, mivel több száz tanulót engedtünk ki szakmára, neveltük és mentek ki az életbe. Igaz, hogy van, aki nem azt végzi, de a mai korban ezt már nem lehet úgy mondani, mert ugye nagyon sokat kell váltani, de úgy érzem, az alapokat megkapták és megállják a helyüket. Sokkal találkozom is. Örülök neki, hogy valóban az életben megtalálták a helyüket. A másik pedig a faragás, hát ott a mindenem. Már elmondott minden. De az előszázadóban szeretném mondani én is, hogy nagyon sok helyre csináltam, és sok embernek, barátomnak is adtam. Úgy érzem, hogy ami ott van, ami ott van benne a lakásban, ott vagyok én is egy kicsit. És bárki így van vele, és a másik pedig az, hogy valóban sok helyen voltam, sok faluba készítettünk, meg készítettem olyan dolgokat, amik most is ott vannak, és még szeretném továbbra is csinálni, ide Bonyhádra is, hogy legyen olyan, amit megnéznek, és úgy éreztem, hogy a Bonyhád közönsége, a város lakói szívesen fogadták, és sokszor megállítanak még most is, és szólnak, hogy örülnek neki, hogy valamivel díszítem a barátaimmal együtt, mert azért van társam is, akivel sem mindent egyedül nem lehet csinálni. Meg is említeném az egyiket, aki a Hidasi ugyan, de mindig itt van Bonyhádon, segít nekem, ő a Viszak Antal. Úgyhogy amit még szeretnék mondani, hogy amennyiben egészségem engedi, valóban csinálok, hogy a mások segítségével, és köszönöm szépen, hogy ezt megadják a lehetőséget is nekem. És még el szeretnék mondani egy kis sztori történetet. 2 évvel ezelőtt találkoztam a polgármester asszonnyal, és nagy örömmel jön oda, és mondta, hogy milyen büszke Bonyhádra, mert ugye a kopjafát, amit csináltam, a Kocsápi Árpád államtitkár kérésére Nyergestetén avatták, és büszke volt arra, hogy az avatót, és aki csinálta, mindkettő Bonyhádi volt. Köszönöm szépen! A Perccel díj átadása hagyományosan a március 15-i városi ünnepség keretein belül zajlik, épp úgy, mint a Völcsék Talentuma elismerése kiosztása. A kitüntetést idén 5 bonyhádi diák kapta, egyikük Horváth Ákos, aki többek között kiemelkedő versenyeredményeivel nyerte el a díjat. Szívből gratulálunk még egyszer!
Amrein Roland kitűnő tanulmányai és az autóversenyzésben elért sikerei elismeréseként részesült a kitüntetésben. Schneidler Réka példaértékű szorgalmáért és sokoldalúságáért vehette át a Völtség Talentuma díjat. Lovász Kinga a Sportdiák Olimpián szerepelt eredményesen, ezért ítélték oda számára az elismerést. Gáspár Andrea kiemelkedő grafikai tehetsége elismeréseként részesült a kitüntetésben. Andrea rajzaiból egyébként egy mini kiállítás is nyílt a Bonyhádi Művelődési Központban. A Völtségi Tehetséggondozó Egyesület 18 évvel ezelőtt azzal a céllal alakult meg, hogy kitüntesse a művészetekben, sportban vagy éppen a tudomány területén kimagasló eredményeket elért fiatalokat. A Teszed akció keretében tisztították meg Bonyhád városát. A városban közel 700 ember gyűjtötte a szemetet 23 helyszínen. Bonyhád városa sikeresen mozgósította a diákokat és a felnőtteket egyaránt, hogy önkéntes akciójukkal hívják fel a figyelmet lakóhelyünk és környezetünk védelmére. Gyülekeznek a szemétszedők Bonyhádon is. A felhívás évek óta eléri célját, ami jól mutatja, hogy az emberek nagy többsége számára fontos környezete állapota. A bonyhádiak a kezdetektől részesei voltak az akciónak. Idén több civil szervezet jelezte, ismét készek a munkára. Itt voltak többek között a Felvidéki Egyesület, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói és a Perccel Szakközépiskola diákjai is, de valamennyi a városban működő iskola tagsága megjelent a felhívásra. Az idei rendezvénynek közel 700 résztvevője van, ez eddig rekord, ennyien még soha nem vettek részt önként ebben a személygyűjtési akcióban, és sajnos helyszín is van bőven, ahol gyűjtjük a szemetet, 23 helyszínen Bonyhádon, a városban, és annak környékén fogunk a szemetet gyűjteni. Zsákot kapnak, kesztyűt, és mindenkinek jó munkát kívánunk. Sajnos van mit összeszedni. Idén 8. alkalommal rendezték meg a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalmat. A személygyűjtési akció keretében szerte az országban nagy takarítanak a Teszed önkéntesei, akik idén már 240 ezeren vannak. A mozgalom szervezői szerint ebben az esztendőben több fiatal önkéntes fogott zsákot és kesztyűt környezete megtisztítása érdekében. A rendezvénysorozatra legalább 10 fős csapatok jelentkezhettek a koordinátorokkal, de a találkozási pontokra egyénileg is lehetett regisztrálni. A Bonyhádi piactéren, a Sétáló utcában, a Tűzoltóságnál, a Millennium Parknál, a buszpályaudvaron és a környékén dolgoztak a legtöbben. Minden olyan szemetet össze lehet gyűjteni, ami nem veszélyezteti az emberek testi épségét és egészségét. A főszervező, a minisztérium biztosítja a zsákokat, illetve a kesztyüket, amiket átadtunk az önkénteseknek. A zsákokban minden olyan hulladékot el lehet helyezni, ami nagyságra, súlyra, méretre belefér. Hegyes, éles, elektronikai hulladékokat, illetve veszélyes anyagokat, mint mondjuk fecskendő, nem szabad összegyűjteni az akció során. Az elszállítást is támogatja a minisztérium. Én kértem az önkénteseket, megadtam az elérhetőségemet, kértem, hogy helyezzék el a zsákokat egy bizonyos ponton, és telefonáljanak nekem, hogy honnan kell összegyűjtenünk az általuk összegyűjtött hulladékokat. Koordinátorok csak azok lehetnek, akik képesek legalább 10 főt megmozgatni, ők hozzák létre a találkozási pontokat, ahol az önkéntesek összegyűjtik a szemetet. A Teszed keretében nem gyűjtenek szelektíven, mert ezek a hulladékok általában szennyezettek, ezért nem hasznosíthatóak. A Teszed akció beleszámít a közösségi szolgálatba, amit a tanulóknak az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez teljesíteni kell. Az intézmény dönti el, hogy melyik diáknak hány óra közösségi szolgálat teljesítésére biztosítanak lehetőséget. A diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. A mozgalom célja a szemétszedés mellett a közösségformálás. A Teszed akció idén március 18-a és 24-e között zajlik országszerte, az önkéntes szemétszedés keretében felhívva a figyelmet környezetünk tisztántartására. Mózer Zoltán fotóművész kiállítása nyílt meg a Képtárházban. Az alkotó ezúttal a szimmetria és aszimmetria témakörét járja körbe fotók és tárgyak segítségével. Bármit is csinál az ember, belülről a szimmetriára törekszik. Miközben a szimmetria veszik körül.
Mindkettő nagyon izgalmas egy alkotó számára, mondja Mózer Zoltán fotoművész. Ezt a kettősséget akarta megmutatni ezzel a tárlattal. A szimmetriája azt mondják, hogy tele van életerővel, örömmel. Ugyanakkor van benne valami, majd itt el fog hangzani egy Nagy László vers, aminek a vége, hogy ránk erőszakolják az életbe a szimmetriát, és mi nem valami más szeretnénk. Ha nem szimmetria, akkor mi legyen egyszer? Persze nem volt egy megdöbbentő élményem a saját, nagyon örülök, ha nem nekem kell fölrakni a képeket, és akkor hát elkezdtem rakni, és jött a rendező, mindent levett, és mindent a szimmetriába rakott föl, tehát ott mind a kettő figyelemről szól, mind a kettő valamiről szól, valamit üzen, ugyanakkor mind a kettő, hogy is mondjam, egyszerre természetes és művi. Én nagyítom a képeimet, és ha negatívot fordítva teszem be, akkor már is a jobb és a bal megcserélődik, és így tovább, és akkor elkezdtem egyszer ezzel játszani, és létrejöttek itt az egyik szobában van, például észre lehet venni, olyan kép, ami nem létezik, és mégis van. Nem létezik, és mégis van. Itt van egy színes kép, amit egy őszi, ilyen kis őszi levélből, és nem csak a jobb balt, a fönt és a lentet fordítottam meg, és nem hiszik el, hogy az fotó. Az, hogy miről szól, nem tudom, de azt tudom, hogy szimmetria. Na most a szimmetria az olyan, mint egy parancs. Olyan, mint hogy jobbra át, balra át, vagy 90 fok, és nincs a belátomás. Mint ahogy a montázsokat is, nem, meg a többi képeimet is, az megcsinálom és berakom. És akkor most egyszer előkerült, 3 hónappal ezelőtt, egy adag. És akkor kimaradt néhány nagyon szép kép. És azt megcsináltam egy hónappal ezelőtt újra, de abból is kimaradt néhány szép kép. És akkor ez most a harmadik változat, amit egy hétig raktam. Ma van olyan kép, amit ma találta meg a helyét. Itt, ha valami szimmetrikus, és te el akarsz attól térni, akkor nagyon kell vigyázni. Nem tudod, hogy merre térjél el. És ráadásul pedig mindig elmondom, én a színeset és a fekete fejet soha nem keverem. Na most itt most nem csak, hogy kevertem, hanem még hoztam fát is ide be, meg ajtót is, tehát valami természetes dolgot is, és a művit is. Tehát ugye a fotó az egy technikai találmány, tehát az egy technikai csinálmány, ugye? Ugyanakkor a természetet fényképezed, amelyik... Igen, és hogy a kettő közül mi jön ki, hát ezt hívják alkotásnak, és ha ebben neked örömet lesz ebbe, én pedig ebben nagyon sok örömet leltem, akkor hát érdemes megmutatni. Ez egy játék, ne jussunk el odáig, hogy megerőszakoljuk a szimmetriát, hanem odáig, hogy valami 1+1 az 1 legyen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!